a jelenlegi Ferences Kolostor Kolozsvárnak a legrégebbi szerzetesrendi kolostora. Ezt a 14. század közepén alapították, és akkor még a Domonkos rendnek a birtokában volt, ők voltak azok, akik először ide letelepedtek. Majd hát kb. Olyan másfél évszázaddal később a ferencesek is megjelentek Kolozsváron. Jelentős pillanat volt a kolostor életében 1455, amikor Hunyadi János egy igen fontos adományban részesítette a szerzeteseket, sóadományban, amit aztán rendszeresen kaptak a szerzetesek, és ez biztosította azt a jövedelmet, hogy nekiláttak a 15. század második felében, hogy megépítsék a lényegében ma is álló impozáns gótikus kolostort és a templomot. Mostani felújítás során sikerült két évszámot is találni ezeken a kőfelületeken. 1474-es évszámról van szó, ami egy igen jelentős felfedezés, ugyanis korábban csak sejtettük, hogy valamikor az 1470-es, 80-as években épült a refektórium, de immár most egészen biztos dátummal is ez igazolva van. Ugyebár a kolostornak az egyik legfontosabb tere, és ha belegondolunk, a templomon kívül ez volt az a tér, az ebédlőterem, ahol a szerzetesek együtt voltak, közösségi életet éltek, találkoztak. Igen lendületes és látványos későgótikus boltozatot terveztek ide, amit középen egy pillér tart. Maga a pillér is nagyon érdekes, van ennek egy párkánya. Ugyanakkor egy olyan térről van szó, ahol megőrződött a felolvasó fülke, ráadásul nagyon igényesen van kivitelezve. Megőrződött a kiszolgáló nyílás, ahol az ételt átnyújtották a szomszédos térben levő konyhából, ugyanis a konyha és az, a refektórium az mindig szorosan összefüggött, és itt egyértelműen be lehetett azonosítani a konyhát is. A boltozatát több gyánkő tartja, ezek közül a többség az esztergált, illetve növényi ornamentikás, van azonban két figurális gyámkő is, amire érdemes odafigyelni. Az egyiken egy sárkány található, a másik gyámkövön pedig egy pelikán, aki a fiait eteti. Egy jellegzetesen keresztény szimbólumról van szó, ugyanis a középkorban úgy gondolták, hogy a pelikán feltépte a begyét, feláldozta magát a fiokáiért. Nem véletlenül három fiokát etett éppen, akik a Szent Háromságra utalnak. Az önfeláldozó pelikán pedig maga egyértelműen Krisztus szimbólum. A kolostorban iskola működött, egy protestáns iskola, amely az évtizedek múlásával mondhatni erőteljes unitárius jelleget öltött. Ez volt a városnak a protestáns iskolája. Elég sok kőfelületre, kváderkövekre, a pillérre az itteni diákok felfirkálták, belevésték a nevüket. Ezek ilyen hikfuit típusú feliratok. Szerencsére évszámmal is, úgyhogy ezek jól datálják azt az időszakot, amikor itt az iskola működött. Az egyiken legkorábbi évszám például 1566-os. ban feliratokkal is ellátták ezt a teret. Az a két felirat, amit egyértelműbben el lehet olvasni, azok mind Horáciusból vett idézetek az ő ódáiból. Rendszerint a virtus az, ami előtérbe kerül, ezeknek a megőrzése, a jelentősége. A szövegek másik része sajnos az már olvashatatlan, de mindenképpen nagy érdeme a mostani felújításnak, hogy legalább ezeknek egy része előkerült. Ez már az első pillanatoktól nyilvánvaló volt, hogy
prefektórium, meg az épületnek, úgyhogy a művészettörténeti szempontból nagyon fontos és értékes részeit azt azért szeretnénk a közösség számára is elérhetővé tenni, tehát a tágabb közösség számára. Szeretnénk mindenképp, tehát úgy, hogy a felújítással majd haladgatunk előre, tehát hogy olyan részek, amelyek akár a kerengő, remélhetőleg a Mátyás terem is, tehát hogy azok látogathatóak legyenek. Ez olyan értékek, amiket nem bezárni, vagy nem zár alatt kell tartani, hanem mindenképp látogathatóvá, meg használatba kellene ezeket tenni.